Megújul a Szegedi Nemzeti Színház arculata, ezt jelzi az új logó és az új szlogen, a nap fénypontja is. Az új főigazgató már pályázatában is jelezte, hogy szeretné növelni a nézőszámot. Ennek érdekében idén korábban, már május 14-én elindítják a következő évadra szóló bérletek árusítását. Az elsődleges célunk az, hogy visszacsábítsuk a nézőket, illetve becsábítsuk őket a Szegedi Nemzeti Színházba. Erre is szolgál az előbérletezés, aminek több praktikus funkciója is van. Egyrészt fel tudjuk mérni azt, hogy a nézők tekintetében milyen fajta érdeklődés övezi az új évadot, egyfajta gazdasági plusz tartalékot is hozhat ez a színháznak, illetve igazodunk ahhoz a trendhez, amit más színházak is bevezettek már a korábbi években, hogy már tavasszal elindul a bérletezés. Jelentős változás, hogy a következő évad prózai bemutatóval indul, és zárul is a Nagy Színházban. Horgas Ádám, Shakespeare, Szent Iván éjjj álom című végjátékát rendezi októberben, májusban pedig Alföldi Róbert állítja színpadra Bulgakov Álszentek összeesküvése című művét. A korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a színház pedagógiára, azaz, hogy a fiatalokból is színházat szerető és értő közönséget neveljenek. Több lépcsős színházi nevelési programok lesznek a különböző előadásokhoz, a diákbérletes előadásokhoz. Ezek felkészítő foglalkozásokat, illetve feldolgozó foglalkozásokat jelentenek. Továbbá lesznek alkotóműhelyek, ezek kvázi színjátszókörök, 10-től 13 éveseknek, 14-től 18 éveseknek, illetve a felnőtteknek is készülünk egy drámajátékos csoporttal, ami egy ilyen szabadidős tevékenységet jelent. Továbbá készülünk egy osztálytermi előadással is. A Szegedi Nemzeti Színház 15 bemutatóval készül a 2018-19-es évadra, amelyben a próza mellett opera, balett, zenés mesejáték, táncjáték és musical is szerepel.